Nagy vízfelület, egy uszonyos felfújható deszka, egy evező és némi egyensúlyérzék szükséges a stand-up paddleboarding, azaz a SUP elsajátításához. A sportág Magyarországon is egyre népszerűbbé vált az elmúlt években. 2 évvel ezelőtt magyar világbajnokot avattak, az idei évben pedig a Balatonon rendezik a SUP világbajnokságot. A nyári hónapokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 versenyt rendez a Hunakamu Sportegyesület, az elsőnek a Szabolcs-Veres Marti rétközi tó ad otthont. Kialakítottunk egy Aktív Sport Games nevezetű 3 fordulós bajnokságot, hogy mindenkit szívesen látunk, kicsiket, nagyokat, profi sportolókat és amatőröket is. Kategóriákat tekintve a gyerekektől gyerek, kölyök, ifjúsági és felnőtt kategória van, de ezen kívül tervezünk kutyás kategóriát, amivel kutyával lehet szupozni, lehet apalánya, fialánya, családi kategóriákat is kialakítani. Teljesen szabad kezet gondolok használni ebben a sportban, hiszen még nincs kialakulva. Első lépésben azt kell elérni, hogy minél többen megszeressék ezt a sportot, és minél többen foglalkozzanak vele. A rétközi tó egyre több lehetőséget kínál a vízisportok kedvelőinek. Mivel a mesterségesen kialakított állóvíz 2 legtávolabbi pontja meghaladja a 2 kilométert, az egyik legnépszerűbb vízi sporták képviselői is itt kezdtek fejlesztésbe. A Magyar Kajakkenu Szövetség pont itt a látogató központ mellett nagy építkezésben van, és egy bázist alakít ki, ez is egy nagy örömünk, ezáltal ugye ők is magukhoz veszik a vízfelületet. A szápot azt én magam is ugye évek óta művelem, és leveleken hozzá is juthattak az oda látogatók, bérelhetik, az is megjelenik itt a vizen. Egyelőre ugye a motoros dolgokat, úgy mint leveleken a jettet itt egyelőre nem engedjük, de amit mondtam, a kis motoros hajótól a vitorlásokig, tehát mindennel lehet szelni a habokat. A rétközi tavi SUP verseny fővédnöke az esemény beharangozó sajtótájékoztatón arról beszélt, a sportesemény jelentősen növelheti a hely és a térség turisztikai vonzerejét is. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív és közös kohéziónak az eredményeként egy nagyon jól sikerült verseny lehet. Reméljük, a pandémia lehetővé teszi, hogy ne csak versenyt rendezünk nézők nélkül, hanem a nézők is jelen legyenek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan látványos vízi verseny lehet, ami ide tudja vonzani a turistákat, meg tudja mutatni a szépségét, akkor már reméljük, hogy a nyári pompába tud megmutatni magát a tó. A rétközi tó versenyét július 17-18-án, a géberjéni holtszamos viadalát július 31-én és augusztus 1-én, a leveleki tó eseményét pedig augusztus 28-án és 29-én rendezik.